Tehát a téma a machiavellizmus szerepe az együttműködésben és a versengésben, pontosabban pedig, vagy közelebbről, a machiavellizmus különböző fokait, különböző szintjeit mutató embereknek a viselkedése, döntéshozó stratégiái, és ezeknek a döntéshozó stratégiáknak az eredményes vagy eredménytelen volta egy versengésre épülő szituációban, egy versengésre épülő játékelméleti szituációban. Elsőként, bár már volt szó valamilyen szinten valamennyire a machiavellizmusról, a legfontosabb pontjait, jellemzőit elmondanám. Tehát lehet evolúciós nézőpontból, illetve a személyiség és szociálpszichológia nézőpontjából tekinteni a machiavellizmusra. Ha evolúciós nézőpontból tekintjük, akkor a szociális intelligencia hipotézise adja rá a legjobb definíciót. Ez szerint az emberi intelligencia kialakulásának a csoportélet, a társakkal való együttélés, a szociális környezet volt a fő hajtóereje, és a csoportéletben az egyik fő kérdés az, hogy együttműködjünk-e másokkal, vagy pedig versengünk velük, netán manipuláljuk őket a saját céljaink elérése érdekében. És a szociális intelligencia hipotézisének egy továbbfejlesztett változata a machiavelliánus intelligencia hipotézis, amely szerint a csoportban az összetett szociális környezetben élő főemlősök egymást használják fel eszközként a saját céljaik elérésében. Ez a felhasználás, ez sokfajta magatartást akar, tehát nem egyértelműen negatív jelző, inkább neutrális jelzőnek lehetne mondani. Ide tartozik például a szövetségek formálása, a másoktól való tanulás, a megtévesztés és maga az, amit konkrétan manipulációnak nevezhetünk. A machiavellizmus, az evolúciós nézőpont felfogása szerint ezek mindegyikében szerepet játszik. A személyiség és a szociálpszichológia is foglalkozott a machiavellizmussal. Ebben az értelmezésben a machiavellizmus már inkább egy negatív előjelű tulajdonságnak tekinthető. Egyszerre világnézet és egy viselkedési stratégia, amiben a saját célok eléréséhez szükséges eszközként szerepelnek a más emberek. És a nagymértékben machiavellista személyeknek a jelzői közül talán itt a számunkra legfontosabbak. Egyrészt, hogy alacsony szintű bizalmat mutatnak mások iránt, illetve hajlamosak szituációknak már az első lépésében ilyen bizalmatlanul hozzáállni a többi emberhez, a társaikhoz, illetve érzelmileg hideg, profitorientált döntéshozó stratégiák jellemzőek rájuk. Az érzelmileg hideg alatt azt lehet érteni, hogy általános megfigyelés szerint képesek kivonni magukat a szituációknak az érzelmi hőfoka alól, tehát hideg fejjel dönteni, mondjuk így. És ezek a stratégiák, ezek a jellemzők hosszú távon előnyösek lehetnek, de ugyanakkor valószínűsíthető, hogy káros hatással, rövid távon előnyösek lehetnek, elnézést, de viszont a hosszú távú kapcsolatokra, hosszú távú együttélésre másokkal, erre valószínűleg káros hatással vannak ezek a kifejezetten machiavellista vonások. Na most a célunk, a célkitűzésünk az volt, hogy megnézzük, hogy a machiavellizmus nagymértékben, illetve alacsonyabb szinten kevésbé mutató emberek egyrészt milyen stratégiákat hoznak egy játékelméleti szituációban, mennyire képesek együttműködni másokkal, illetve mennyire jelenik meg náluk a vetélkedés, valamint azt is meg szerettük volna nézni, hogy egy viszonylag hosszabb távú szituációban, tehát egy 10 fordulós játékban milyen eredményessége van a machiavellista viselkedésmódnak. A játék az úgynevezett közjavak játék számítógépes változata. Erről itt van egy kis illusztráció. Tehát ebben a játékban általában 4 fős csoportokban vesznek részt a játékosok, ez a mi kísérletünkben is így történt. Anonim a játék, és számítógépen különböző helységekben vesznek részt benne a játékosok. Van továbbá egy játékvezető, aki az összes lépést figyelemmel kíséri. A játék elején a játékvezető minden egyes játékosnak ad 1000 forintot. A játékosoknak van egy magánszámlájuk, illetve az egész csoportnak együtt van egy úgynevezett közös számlája. A játék következő lépésében a játékosok eldönthetik, hogy beadnak-e a közösbe pénzt. És ha igen, akkor mennyit? Tehát itt láttuk, hogy az egyik játékos 200-at adott, egy másik 800-at, megint másik 500-at. Amit nem adnak be a közösbe, az a pénzösszeg náluk marad. A következő lépésként a játékvezető összeadja a közösbe befizetett összegeket, megszorozza, megduplázza, megháromszorozza, megnégyszerezi, ez mindig az adott szituációtól, az adott kísérleti elrendezéstől függ, és azután egyenlő arányban osztja vissza a játékosoknak, attól függetlenül, hogy ők mennyit fizettek be.
Tehát aki 0 forintot fizetett be, az is 950 forintot kap vissza ebben az adott helyzetben. Aki esetleg mind az 1000 forintot beadta a közösbe, az is 950 forintot kap vissza. Ez a 950 aztán hozzáadódik a magánszámlán lévő pénzhez. És így az első forduló végén mindegyik játékosnak annyi pénz van a magánszámláján, amennyit eredetileg is magánál tartott, illetve amennyit visszakapott a közösből. Ezt a játékot úgy is fel lehet építeni, hogy inkább az együttműködést szorgalmazza, hiszen a legelőnyösebb az, hogyha a játékosok minden egyes fordulóban a teljes 1000 forintot beadják a közösbe, ebben az esetben mindig többet kapnak vissza, és a végén mindannyian anyagilag a lehető legjobb helyzetben zárják a játékot. Viszont olyan stratégiák is vannak, és egyénileg ez a legelőnyösebb, hogyha valaki úgymond kihasználja a többieknek az együttműködő tendenciáit, és ő nem ad be a közösbe pénzt. Így ő anyagilag sokkal jobban fog járni a játék végére, mint a többi játékos. Megfigyelhető, hogy a több fordulón, például mondjuk a mi esetünkben 10 fordulón át zajló közjavakjátékokban az együttműködés, illetve a befizetések, a közösbe való befizetések mértéke a játék folyamán egyre csökken és csökken, és az utolsó fordulóban általában már az eredetileg sokat beadó játékosok sem adnak be semmit. A játék végén a mi kísérleti elrendezésükben a helyezésüktől függően kaptak 1000 és 5000 forint közötti részvételi díjat a játékosok. Az első helyezett kapott 5000-et, a többiek pedig 3, 2, illetve 1000 forintot kaptak. Más elrendezésekben, az a gyakoribb egyébként, azt a teljes összeget megkapják, ami a saját számlájukon van. Viszont ez az elrendezés, hogy a helyezéstől függően díjaztuk őket, ez a versengést megerősítette, tehát a versengésre való motivációt erősítette. Akkor tehát a játéknak az alap vonásait már felvázoltam. Mi ehhez képest beépítettünk még egy további lehetőséget is, ugyanis a 10 fordulós játék 6. fordulójától kezdve a résztvevőknek lehetőségük volt arra, hogy csökkentsék a többiek magánszámláján levő pénzösszeget, levonhattak egymástól pénzt, tehát kvázi megbüntethették a többieket. Erről a lehetőségről a 6. forduló elején szereztek tudomást, tehát nem úgy indult a játék, hogy rögtön tudták volna, hogy lehetőségük lesz majd valamikor megbüntetni azokat, akik kevésbé kooperatívak. A játékosok tudták, hogy melyik társukat büntetik, tehát amikor oda volt írva, feltüntettük nekik a képernyőn, hogy A, B, C játékos közül kit akarsz megbüntetni, akkor ő tudta, hogy ki az A, ki a B és ki a C játékos. Ezt azért tudhatta, mert a játékosok minden fordulóban nyomon tudták követni egymásnak a hozzájárulásait, és a többiek magánszámláján lévő összeg aktuális állását. Tehát kaptak egy teljes információt a többiek döntéseiről, és arról, hogy hozzájuk képest a többiek éppen hogy állnak nyagilag. Ezen kívül pedig a büntetés költséges volt, tehát a büntetésként kiosztott összeg 25%-a a büntető játékos saját magánszámlájáról is lekerült, levonásra került. Ha valaki mondjuk összesen 1000 forintnyi büntetést osztott ki, akkor ez 250 forint költséggel járt az ő számára is. És három hipotézist állítottunk föl. Az egyik az volt, hogy az erősen machiavellista, a Haymachból továbbiakban HM, van ez föltüntetve, tehát az erősen machiavellista résztvevőkre egy profitorientált és abszolút a versengésre kihegyezett viselkedési stratégia lesz jellemző, és ez az adott kísérleti helyzetben várhatólag anyagilag előnyös lesz, vagy lehet számukra. A kevéssé machiavellista vagy low-mach ellen játékosokra pedig egy inkább csoportorientált stratégia lesz jellemző. Egy harmadik feltevésünk pedig az volt, hogy a kevésbé machiavellista résztvevők a normák fenntartásának az érdekében, mondhatjuk így, a pénzlevonási szakaszban büntetéssel fognak reagálni a Haymach résztvevőknek a nem együttműködő viselkedésére, és ennek következtében a kísérleti játéknak a második szakaszában azt vártuk, hogy megnő majd az együttműködés szintje. Ennek a várakozásnak vannak előzményei, ugyanis az az általános eredmény nemzetközi kutatásokból, hogy ahol büntetésre van lehetőség egy ilyen játékban, ott az eredetileg csökkenni kezdő együttműködési tendencia megint megemelkedik. Tehát ahogyha bevezetik azt a lehetőséget, hogy a játékosok büntethessék egymást, levonhassanak pénzt egymástól, akkor a 10. forduló végére nem szűnik meg az együttműködés, hanem bizonyos esetekben akár maximális szintet is elérhet. 80 egyetemi hallgató vett részt a vizsgálatban, és a különböző személyiségteszteket vettünk fel velük, ezek közül most a mi szempontunkból a machiavellizmus teszt, az úgynevezett Mach 4 kérdőív a fontos. Ez 20 állítást tartalmaz, az egyik fele az Machiavellinek a Fejedelem című művéből származik, vagy pedig az annak a szemléletét tükrözi, a másik 20 állítás pedig az ezzel ellentétes gondolkodásmódot tükrözi.
két machiavellista állítás a tesztből, aki teljesen megbízik valaki másban, az keresi a bajt, illetve a legtöbb ember könnyebben elfelejti a szülei halálát, mint a vagyona elvesztését. Talán ez a legkiélezettebb állítás a kérdőívben. És egy az ellentétes szellemiséget kifejező állítás pedig az, hogy a hazugságra nincs mentség. És a játékosoknak egy Likert típusú skálán kell jelölniük, hogy mennyire, 1-től 7-ig mennyire, milyen mértékben értenek egyet az állításokkal. Az eredményeink pedig azt mutatták, hogy a hozzájárulások összege az első 5 körben csökkent, a második 5 fordulóban pedig, ugye a 6. fordulótól kezdődött el a pénzlevonási lehetőség, a büntetési lehetőség, ott pedig egy kis megugrástól eltekintve nagyjából egy szinten maradt. Az is látható, hogy a kevésbé machiavellista játékosok és az erősen machiavellista játékosok nagyjából hasonló pénzbefizetési mintázatot mutattak, eltekintve attól, hogy a játék elején jóval magasabb összegek befizetésével indítottak az ellenjátékosok. Viszont az együttműködés mértéke az nem nőtt meg a pénzlevonási lehetőség ellenére sem. A machiavellista játékosok a kiemelt, a félkövérrel jelzett fordulókban szignifikánsan kevesebbet fizettek be, tehát látható, hogy már az első körben kevesebbet fizettek be, vagyis valóban már úgymond bizalmatlan vagy versengő módon indították a játékot. És érdekes, hogy a 6. fordulóban is, amikor pedig már tudták, hogy büntethetőek lesznek az alacsonyabb mértékű befizetéseikért, akkor is szignifikánsan kevesebbet fizettek be. És nem kaptunk kapcsolatot a machiavellizmus szintje és a helyezés között, tehát nagyjából egyenlő arányban osztottak el az elsőtől a negyedik helyezettig az erősen machiavellista játékosok. 3 szignifikáns mértékű negatív korrelációt és 1 pozitív korrelációt mutatnék be a továbbiakban. Az összesített hozzájárulások között és a kapott büntetések között szignifikáns mértékű negatív korreláció volt, ami ugye minél többet fizetett be valaki, annál kevésbé büntették. A teljes nyeresség és a kapott büntetés között szintén negatív korreláció volt, megint csak értelemszerű módon. A teljes nyeresség és a kiosztott büntetés között negatív korrelációt kaptunk, szignifikáns negatív korrelációt, tehát minél többet büntetett valaki, ugye annál kevesebb, kisebb nyereséggel zárta a játékot, és a teljes nyeresség és az összesített hozzájárulások között pedig egy pozitív korreláció, ugye minél többet fizetett be valaki, annál jobb eredménnyel, jobb anyagi helyzetben zárta a játékot. Na most ezek az eredmények 2 fő szempontból is váratlanok voltak a számunkra. Egyrészt, ahogy már említettem, a hozzájárulások mértéke nem emelkedett a játék második felében, a pénzlevonási lehetőség ellenére sem. Másrészt pedig az erősen machiavellista játékosok nem voltak anyagilag olyan sikeresek, mint ahogy az elvárható lett volna. A machiavellizmus szintje és a nyeresség között negatív volt a korreláció, és ez a negatív korreláció ez a pénzlevonásos fordulókban ért el szignifikáns mértéket, amit láthatjuk. Ezeket az eredményeket többféleképpen is lehet magyarázni. Egyrészt a kísérleti helyzetnek a jellemzőiből kiindulva értelmezhetőek az eredmények, másrészt pedig az erősen machiavellista személyeknek a jellemzőiből, jellemző tulajdonságaiból kiindulva. A kísérleti helyzet jellemzői, hogy ahogy már említettem, a játékosok követni tudták egymás lépéseit és egymás anyagi helyzetét. A játékosok tudták, hogy melyik társukat büntetik, és ami különösen fontos, a kifizetések a helyezés alapján történtek, tehát nem a konkrét nyereséget kapták meg. Mindez pedig oda vezetett, hogy egy erősen versengő kísérleti helyzet alakult ki, ahol nem bármiféle közjógyarapítása volt a cél, ami várhatóan történt volna, hogyha valóban megkapják a konkrét összeget, hanem a jobb helyezés elérése. Tehát nem az együttműködés, hanem kifejezetten a versengés, illetve a többiekhez viszonyítva jobb helyzet elérése volt a cél, az előnyös stratégia. Másrészt, minek tudható be az erősen machiavellista résztvevők anyagi sikerességének a hiánya? Egyrészt szignifikánsan kevesebb összeggel járultak hozzá a közjóhoz, kevesebbet fizettek be. Szignifikánsan több büntetést kaptak, mint a kevésbé machjátékosok, és maguk is többet büntettek, tehát több büntetést osztottak ki. Tehát éppen, hogy nem a kevésbé machiavellista és kooperatívabb játékosok, hanem a machiavellista játékosok büntettek nagyobb mértékben.
Ami arra a következtetésre vezet, hogy ebben a kifejezetten versengő jellegű szituációban nem a társas normák fenntartásának az elősegítőjeként szerepelt a büntetés, hanem mint egy alternatív szerepként a versengés eszközeként funkcionált. Lehet mondani, hogy az erősen makiavelista játékosok, mivel több büntetést is kaptak és többet is osztottak ki, egymást büntették annak az érdekében, hogy rontsák egymás helyzetét, és így végül is ők zárják jobb helyzetben a játékot. Hogy miért volt ez hatástalan, tehát hogy végül is miért nem ért el több első, vagy a legalábbis második helyezést az erősebb játékos. Ezt lehet magyarázni a büntetésre, illetve jutalomra való érzékenység jellemzőivel. Láttuk ugye, hogy a hatodik fordulóban, amikor tudomást szereztek a büntetésről, ez úgy viselkedtek, mintha nem mérnék fel a várható büntetésnek a lehetőségét. Tehát abban a fordulóban, ahol megtudták, hogy pénzlevonás fog szerepelni, abban a fordulóban is szignifikáns mértékben kevesebbet fizettek be a közösbe. Másrészt a jutalom, vagyis a magasabb helyezés lehetősége, az egy olyan stratégiához, egy olyan egymást büntető stratégiához vezetett, amiben viszont úgy tűnik, azt nem vették figyelembe, hogy a büntetés költséges. Tehát minél több büntetést osztottak ki egymásra, annál több pénz lekerült a saját számlájukról is. Tehát részben betudható a büntetésre való érzéketlenség és a jutalomra való kiélezettség, érzékenység kapcsolatának az anyagi sikeresség hiánya. Ez egybecseng egy korábbi vizsgálat eredményével, amiben 93 megint csak egyetemista résztvevő kitöltötte egyfelől a MAK 4 kérdőívet, másfelől pedig a büntetésre, illetve jutalomra való érzékenység kérdőívét. És itt találtunk egy tendenciát, ugyan nem volt szignifikáns mértékű, de egy tendenciát a negatív korreláció felé, a machiavelizmus és a büntetésre való érzékenység szintje között, és egy szignifikáns pozitív korrelációt a machiavelizmus és a jutalomra való érzékenység szintje között. Tehát úgy tűnik, hogy a jutalom valóban erősebb felhívó erőt jelent egy nagyobb mértékben machiavelista játékos számára, mint akkor a visszaerőt tartó erőt jelent a büntetés. A konklúziók pedig, amiket mindebből levonhattunk, az az, hogy úgy tűnik, hogy a nagymértékben machiavelista személyek nem mutatnak olyan szintű viselkedésbeli rugalmasságot, ami egybecsengene egyfelől a machiavelizmus evolúciós nézőpontjával. Tehát nem mutatják azt a viselkedési rugalmasságot, ami ahhoz kellene, hogy eredményesek legyenek egy ilyen kísérleti szituációban. És a döntéshozó stratégiáiknak a kimondottan versengő vagy jutalomorientált stílusa, az egyfelől meggátolta a kooperatív viselkedés kialakulását a csoportban, másfelől viszont az ő saját maguk számára is hátrányos helyzetet eredményezett, ugyanis nem mérték föl a versengő viselkedéssel együtt járó kockázatokat és anyagi hátrányokat. Ugyanakkor a büntetés által betöltött alternatív szerepekre is rávilágít az eredmény, arra mutat, hogy az ilyen játékelméleti szituációkban, hogyha azok kimondottan a vetélkedésre vannak kiélezve, akkor a normák fenntartásának az elősegítése helyett, illetve az együttműködés kiépítése és a csoport kohézió megszilárdítása helyett a versengés eszközeként szerepelhet a büntetés. Köszönöm a figyelmet!